Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk Orbán Andrea, a Magyar Sztómaterápiás Nővérek Egyesületének az elnöke. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Én is köszöntöm, és szeretettel köszöntöm a kedves nézőket is. Mai műsorunkban, ugye, mivel ön a Sztómaterápiás Nővérek Egyesületének az elnöke, egészségügyi témáról fogunk beszélgetni, sztóma. Most gondolom sokan fölkapják a fejüket, mit is jelent ez pontosan. A sztóma egy görög szó, szájadékot, nyílást jelent, és sebészeti értelemben a test bármelyik részén képzett nyílást hívjuk sztómának. Kiknél alkalmazzák ezt a terápiát, ha lehet ezt egyáltalán terápiának nevezni, lehet? Egyrészt lehet terápia, másrészt egy következménye a betegségnek. Általában Magyarországon főleg daganatos megbetegedéseknél, tehát kolorektális megbetegedéseknél alkalmazzák, illetve a húgy-ivarrendszer egyéb daganatos betegségeinél fordul elő. Nagyon nagy számban fordul elő a gyulladásos bélbetegeknél, amikor az emésztőrendszernek már olyan részét érinti a gyulladás, ami visszafordíthatatlan, akkor előfordulhat a sztómaképzés. Az életkort tekintve az újszülöttektől az egészen időskorig, az újszülötteket fejlődési rendellenesség tekintetében érinti, és gyakorlatilag bárkit érinthet. Magyarországon 15 000 ember ér körülbelül a becslések szerint sztómával. Mely területen a legelterjedtebb? Tehát mely betegségnél? Hát a daganatos megbetegedéseknél egy 2008-as Európai Uniós felmérés szerint Magyarország vezető a kolorektális halálozás és megbetegedés tekintetében, mind a férfi, mind a női nem tekintetében második helyezettek vagyunk Európában. És ugye említette, hogy már egészen újszülött kortól, gondolom erre is van valami statisztika, hogy mely kor a legveszélyeztetettebb, vagy melyben vannak a legtöbben fiatalabbak, idősebbek, nők, férfiak, mi a leggyakoribb? Gyakorlatilag minden korosztályt érint. A daganatos megbetegedések esetében a középkorú korosztálytól már lehet számítani, illetve sajnos egyre többet tapasztaljuk, hogy a fiatalabbakat is érinti, tehát már akár a 20 éves kortól is előfordulhatnak a daganatos megbetegedések. Gyakorlatilag a 60 év fölöttieket nagyobb részben veszélyezteti, ezért is lenne fontos, hogy az emberek rákszűrésekre járjanak. Ugye ebben az esetben a vastag és végbélrák szűrése az egy eszközös vizsgálat, a kolonoszkópia, azaz a vastagbél tükrözés lenne. Hogyan kell ezt elképzelnünk egyébként, ezt, hogyha valaki ilyen sztómaterápiát alkalmaznak, ez mivel jár? Gyakorlatilag ez egy hatalmas nagy változással jár az ember életében. Egy teljesen új életre kell neki berendezkedni, azzal jár, hogy attól függően, hogy a daganat vagy az elváltozás a bélrendszer melyik részén van, attól függően kap ő sztómát. Háromféle sztómatípus van, a vékony bélsztóma, a vastag bélsztóma és az úgynevezett urosztóma, amit a húgyrendszer elváltozásainál alkalmaznak. Gyakorlatilag az ileusztóma, a vékony bélsztóma, az azt jelenti, hogy a vékony bélen képzik ezt a nyílást, ezt a szájadékot. Ez annyiból kellemetlen, hogy a sztómán ürülő széklet az teljesen híg és teljesen szabályozhatatlan, és gyakorlatilag az emésztő nedvekkel együtt távozik az a tápanyag, amit a szervezetben a beteg bevisz. A vastagbélsztómáknál attól függően, hogy a vastagbélnek melyik szakaszán történik a vendégnyílásnak a képzése, attól függően akár formált széklete is lehet a páciensnek, sőt a vastagbél sztómáknál van egy eljárás, amit úgy nevezünk, hogy irigálás, ami azt jelenti, hogy egy beöntéssel lehet szabályozni a székletnek az ürülését, tehát gyakorlatilag a vastagbél sztómán ürülő széklet az nem állandóan ürül, hanem bizonyos időszakokban. Hogyha valaki ilyen terápián vesz részt, látványos ez? Tehát, hogyha mondjuk találkozok egy ilyen beteggel, akkor ő rajta mit lehet látni? Gyakorlatilag semmit. Uh-huh.
Ma már annyira modern eszközök vannak, annyira modern sztóma segédeszközök vannak, amivel gyakorlatilag eltitkolható ez az állapot, mert ugye ez egy állapot és nem betegség. Egyetlen egy dolog van, amit nem tudnak szabályozni a páciensek, az a szélnek az ürülése. Tehát annak hangja van, viszont a megfelelő tápanyaggal, a megfelelő kiegészítőkkel ez is kordában tartható. És akkor ezt hogy kell elképzelnünk, tehát ezt a történetet? Tehát milyenek ezek az eszközök, hol vannak az emberen, hogy hordják ezt? Gyakorlatilag az elhelyezkedése a sztómáknak az úgy néz ki, hogy a vékonybél sztóma az a jobb oldalon van. A vékonybél nagyrészt ugye a jobb oldalra tevődik, a vékonybél sztómát is a jobb oldalra képzik, a vastagbél sztómát a bal oldalra, és az urosztómát vagy a vizelet sztómát azt pedig éppen oda, ahova aktuálisan, amelyik oldalt aktuálisan érint a probléma. Úgy kell elképzelni, hogy a vékonybél sztóma az egy körülbelül 1,5-2 cm a bőrtől kiemelkedő, egy körülbelül ilyen kis bélszakasz, ami körülbelül egy olyan 1 cm átmérőjű, és erre úgynevezett nyitott zsákokat alkalmazunk, ami éppen azért, amit az előbb mondtam, hogy teljesen híg a széklet, ezáltal a széklet lebocsátható a zsákból, és nem kell minden alkalommal, amikor széklet ürül a zsákba, akkor azt lecserélni. A vastagbél sztóma az egy olyan 2-3 cm-es átmérőjű, a bőrből maximum 0,5 cm-re kiemelkedő sztómatípus. És ahogy mondtam az előbb, akár a hígtól, akár a teljesen formátig terjedhet a székletnek a minősége. Attól függően, hogy a betegnek milyen az ürülő váladék, attól függően akár zárt zsákot is használhat a beteg, tehát ami azt jelenti, hogy mondjuk, hogyha naponta egyszer ürít székletet, akkor naponta egyszer neki elég zsákot cserélnie. Akár az irigáló betegnél, amit szintén az előbb már említettem, a beöntést alkalmazó betegeknél, ott elég egy úgynevezett sztóma sapkát vagy sztóma dugót alkalmazni, ami gyakorlatilag egy kis tapaszt, és elfedi a sztómát. Ezekhez a sztómazsákokhoz hogyan, milyen formában juthatnak hozzá a betegek? Tehát ez receptes, vagy meg kell vásárolni? Így van, ezt egy rendelet szabályozza, amit aktuálisan mindig az OEP honlapján el lehet érni. A gyógyászati segédeszközök rendelésére vonatkozó rendelet azt mondja, hogy 3 havi mennyiséget lehet fölírni a betegeknek, attól függően, hogy kinek milyen típusú zsákra van szüksége. A mérettől és az űrtartalomtól függően 150, illetve 180 darab zsák jár a betegek részére, illetve vannak úgynevezett kétrészes segédeszközök, ami azt jelenti, hogy a tapadó felület és a zsák az teljesen külön van, és a tapadó felületet 3-5 naponta kell cserélni, a zsákot pedig naponta vagy szükségszerűen. Ezek esetében pedig 30 darab alaplap jár, és szintén attól függően, hogy milyen zsákot használ a beteg, 150-180 darab. Mi van akkor, hogyha valakinek elfogy, és még nem lehet fölírni? Hát akkor meg kell neki vásárolnia, sajnos. De gondolom, akkor ott van egy kis árkülönbség. Persze. Ezek a termékek 98%-ban TB támogatottak, ami azt jelenti, hogy a negyedéves anyagnak a 2%-át, árának a 2%-át kell a betegnek kifizetnie. És mi történik akkor, hogyha mondjuk egy olyan ember szemben ilyen betegségben, aki mondjuk nem engedheti meg azt magának, hogy megvásárolja, ami elfogyott, akkor hova tud-e valahova segítségért fordulni? Persze. Van lehetősége arra, hogy közgyógyellátási igazolványért vagy közgyógyellátási jogosítványért forduljon. Ezt a házi orvoson keresztül az önkormányzatoknak a szociális irodái intézik. Említette, hogy a rákszűrésnek, a vastagbélszűrésnek nagyon nagy jelentősége lenne. Ez nem egy elterjedt dolog, nem? Nem, sajnos, bár a népegészségügyi programban meg lett határozva, hogy prioritásként kezeli a magyar állam a szűrővizsgálatoknak a kialakítását, meglétét, viszont ezeket a szűrővizsgálatokat jelen pillanatban a TB nem támogatja, ami azt jelenti, hogy pályázati forrásokból
végeznek általában civil szervezetek vagy kórházak ilyen eseményeket, ezeket úgynevezett kampányszűréseknek is nevezhetjük, és ebben az esetben egy adott területen bizonyos meghatározott számú embert szűrnek meg. Ez a Magyar Szómaterápiás Nővérek Egyesület, ez mikor jött létre? 2000-ben alakult az egyesület, előtte már az ápolási egyesületen belül volt egy szómaterápiás szekció, aztán úgy döntöttünk, hogy alakítunk egy egyesületet. 2000-ben alakult, és 2001-ben már rendeztünk is Budapesten egy európai kongresszust, ami egyrészt sikeres volt, másrészt nem. Nagyon nagy élményekkel mentek el tőlünk a külföldi vendégek, ugye egész Európából voltak itt szómaterápiás ápolók, akik velünk együtt ünnepelték a szakmát, és mindenféle előadásokat hallgathattunk. Számunkra viszont azért nem volt sikeres, mert a kongresszusi szervezőnk a pénzünkkel lelépett, tehát itt maradtunk pénz nélkül. Gyakorlatilag azzal a céllal alakult egyébként az egyesület, hogy a szómaterápiás nővér szakmát, illetve szómaterápiás szakmát meg tudjuk teremteni Magyarországon, ugyanis ez Magyarországon jelen pillanatban úgy néz ki, hogy olyan ápolók dolgoznak sebészeteken, illetve ezekkel a betegekkel, akik hát a munkaidejükön fölül és plusz munkában végzik ezt a tevékenységet. Van, ahol kisebb, van, ahol nagyobb sikerrel. Mi lehet ennek az oka, hogy ilyen szakma gyakorlatilag most azt mondja, ugye, hogy nem létezik, tehát hivatalosan? Igen. Évek óta próbáljuk ezt keresztülvinni mindenféle törvényhozókon. Van, aki elfogadja, hogy szükség van rá, van, aki azt mondja, hogy nincsen. Az ellenzők azt mondják, hogy gyakorlatilag egy szomazsákot bárki föl tud tenni, és ebben a tekintetben akár egy sztómaviselő is, sztómaterápiás nővér, hiszen a zsákot ő is ki tudja magának cserélni. Mi erre azt szoktuk mondani, hogy az a baj, hogy a sztómazsákot ugyan ki tudja cserélni más ápoló is, és a beteg is ki tudja cserélni, viszont ha egy probléma jelentkezik, ugyanis ezekkel a sztómákkal lehetnek problémák, vannak szövődményeik, vannak a műtétnek szövődményeik, ezeket mi tudjuk kezelni. Milyen problémák léphetnek föl? Többféle probléma előfordulhat, vannak korai és késői szövődményei egy sztómaműtétnek. A korai szövődmények esetében előfordulhat a bél elhalása, a bél visszacsúszása, a sebnek a szétválása, a begyulladása. Ezeket mindet általában először konzervatív módon, tehát műtét nélkül próbáljuk megkezelni. Amikor azonban nem sikerül, akkor egy ismételt műtétre esetleg sor kerülhet, illetve vannak késői szövődmények, olyanok, mint a bőrnek a begyulladása. Gyakorlatilag ugye ezek a sztómazsák cserék a tapadólap cseréjével a bőrt akár el is, a bőrnek a felületét el is koptathatják, tehát nem mindegy, hogy milyen körülmények között és hogyan végezzük ezek, illetve végzi a sztómaviselő ezeket a zsákcseréket. A bőrgyulladás, a perisztómális hernia, most azért gondolkodtam el, hogy hogyan mondjam magyarul, tehát a sztóma körüli sérv, ami egy nagyon gyakori szövődmény, és ami szintén egy olyan szövődmény, ami egy sztómaterápiás nővér létével, egy jól funkcionáló sztómaterápiás nővérrel megelőzhető lenne, hiszen nagyon fontos a műtét előtti felkészítése a betegnek, ehhez hozzátartozik egy tervezett sztómaképző műtét előtt a sztóma helyének kijelölése, mert ugye az sem mindegy, hogy a sztómát hova és milyen technikával képzik, ez nagyban meghatározza a beteg további életét, és azért nem mindegy, hogy ezekre a dolgokra a pácienst hogy készítjük fel, mert hiszen neki így kell tovább élni. Tehát, hogyha nem megfelelő helyre van képezve a sztóma, és nem megfelelő módon van képezve a sztóma, akkor az a beteg további életét nagyban megnehezíti. Hány tagja van most ennek az egyesületnek? Jelen pillanatban 80 taggal funkcionálunk. Tavalyi évben volt egy kampányunk, amivel tagokat toboroztunk, kisebb-nagyobb sikerrel. Akkor a 60
főt tornáztuk föl 80-ra, és természetesen a további tervünk is az, hogy mindenféleképpen szeretnénk még a tagok létszámát növelni. Pont erre akartam rákérdezni, hogy milyen terveik vannak. Azon kívül, hogy el szeretnék kérni a szakmában, hogy létrejöjjön ez a státusz. Nagyon kaptak-e már biztatást? Kaptunk. Jelen pillanatban kidolgozás alatt van egy újfajta tanfolyami rendszer, amiről még természetesen most beszélni nem tudok, hiszen ezek még csak tervek, de biztatást már kaptunk, sőt nagyon komoly ígéreteket is kaptunk, de azért nem vagyok, megmondom őszintén, hogy nagyon lelkes, mert hogy ígéreteket már többször kaptunk, tehát én szeretnék már megvalósulást látni. Másrészt az Egyesület terveivel kapcsolatban kétféle projektet terveztünk erre az évre. Egyrészt egy tanácsadó oldalt fogunk létrehozni az Egyesületnek a honlapján, aminek most az a címe, hogy www.stomanővérek.com. Jelenleg átalakítás alatt van az oldalunk, mert teljesen új honlapot készítettünk. Ennek része lesz a tanácsadó oldal, ez sztómaviselőknek fog szólni, és azért érdekes, mert egy olyan lehetőséget biztosítunk a sztómaviselők számára, hogy képzett és gyakorlott ápolóktól kaphatnak sztóma ápolási tanácsokat. Tehát itt nem orvosi tanácsokról van szó, hanem ápolási tanácsokról, ezt kihangsúlyoznám. Másrészt szintén a honlaphoz kapcsolódó projektünk lesz egy olyan szakmai oldal létrehozása, ahol mi egymás között adunk egymásnak tanácsokat. Tehát, hogyha valakinek olyan problémája adódik egy beteggel, amit önállóan nem tud megoldani, akkor akár online képek segítségével ezt meg tudjuk tenni. Ez egyébként nem egy új dolog, ezt más országokban már így csinálják, sőt, ahol nagyok a távolságok, olyan országokban, mint Kanada vagy Ausztrália, ezek orvosi szinten is mennek, tehát akár a beteg a saját fényképezőgépével készített kép segítségével a házi orvosának vagy a szakorvosának el tudja juttatni a kérdéseit, és akkor az orvos vagy az ápoló tud ebben neki segíteni. Ez biztosan nagyon jól fog majd működni. Említette, hogy mintegy 15 ezer embert érint ma Magyarországon ez a betegség problématerápia. Én arra lennék kíváncsi, hogy lelki oldalról hogyan érinti ezeket a betegeket, tehát úgy is kell velük foglalkozni, tehát mennyiben másul meg, mennyiben változik meg az életük, kell-e diétázniuk például, vagy hogyan él utána egy ilyen ember? Hát egyrészt meg kell nekik küzdeni egy erőteljes énképváltozással. Ugye az ember, hogyha abba belegondol, hogy van egy ilyen mondás, inkább így kezdem, hogy élj úgy, ezt egy sztómás mondta, hogy élj úgy, hogy reggel még elmentél a WC-re, és ezután ezt soha nem fogod tudni megtenni. Tehát abszolút föl kell neki arra készülni, hogy az a gyakorlatilag a látvány, ami sokkolja őket, tehát az, hogy széklet ürül, az egy dolog, mert ugye az eddig is ürült máshol. De általában a látvány, ami nagyon sokkolja őket, illetve az, hogy ez egész ott elő van a hasukon. Nagyon-nagyon nehezen küzdenek meg vele. Nekem van egy gondozott bácsikám, aki azt mondta, hogy már körülbelül 15 éve visel sztómát, és azt mondta, hogy tudja, Andrea, megszoktam, mert muszáj, mert másképp nem tudok élni, de elfogadni még mindig nem tudom. Tehát meg kell nekik tanulni velük együtt élni, de mérhetetlenül nagy lelki problémákat jelent. Mérhetetlenül nagy lelki problémát jelent az, hogy ezt föl kell nekik tudni dolgozni. Sajnos nekünk nagyon csekélyke lehetőségeink vannak Magyarországon arra, hogy pszichológusokat vagy pszichiátereket vonjunk be ennek a feldolgozásába, mivel nagyon kevés ilyen jellegű foglalkozású ember van az egészségügyben, illetve aki van is nagyon leterhelt, tehát gyakorlatilag ritkán fordul elő, hogy be tudjuk őket vonni ezekbe a problémákba. Hát külföldön ez is természetesen sokkal jobban megy, és már a műtét napján ott ül az ágyuk mellett a pszichológus vagy a pszichiáter, és akkor próbál ebben ennek a feldolgozásában segíteni. Hát ebben próbálunk mi is segíteni.
Ugyanúgy, mint ahogy a diétában is, ugye azt is említette, hogy kell nekik diétázni. Én általában azt szoktam mondani, hogy mindent lehet enni, amit addig megettek azután is. Én szoktam javasolni táplálkozási naplónak a vezetését. Természetesen aki bármit megbír tenni, az ezután is megfog, hiszen attól, hogy most ott van a nyílás és nem alul, attól semmi nem változott. Viszont ki kell tapasztalni neki néhány dolgot, ugye, amit az előbb is említettem, hogy például a szélnek az ürülése, az teljesen kontrollálatlanul megy, ha kiküszöbölő az étkezéséből azokat a dolgokat, amikor mondjuk közösségbe megy, amik gázképző élelmiszerek, akkor például teljesen jól meg tudják tanulni, kezelni a témájukat. Említette, hogy volt konferenciájuk is európai szinten. Milyen tapasztalatokat szereztek, vagy milyen tapasztalatokat cseréltek? Gyakorlatilag, tehát hol állunk gyakorlatilag? Gyakorlatilag nagyon jól állunk, tehát nekünk ez a nagy szívfájdalmunk, hogy gyakorlatilag mi szakmailag nagyon jó szinten állunk. Tehát azok az ápolók, akik aktívan részt vesznek sztomaterápiás munkában, azok szakmailag nagyon felkészült, nagyon profi szakemberek a nagy részük. Az a probléma, hogy ezt ugye nagyon, nagyon nehéz elismertetni, hogy ez teljesen külön válik az ápolástól ez a rész. És amiben nagyon el vagyunk maradva, az a publikációs rész. Tehát gyakorlatilag ugye, aki a második, harmadik műszakját lehúzza a betegágy mellett, annak már nem nagyon van kedve kutatgatni, meg nem nagyon van kedve publikálgatni. Tehát ebben vagyunk elmaradva, hogy akár európai, akár világviszonylatban ugye a sztomaterápiás ápolók nagyon sokat publikálnak, nagyon sokat kutatnak, nagyon sok kutatási anyag fellelhető az interneten. Hát ebben vagyunk sajnos elmaradva, amúgy szakmailag ezt bátran mondhatom, abszolút ott vagyunk, ahol kell. Miért ezt a szakterületet választotta magának? Hát én általában szeretem azokat a dolgokat, amiket más nem nagyon szeret, és ez egy olyan terület volt. Ugye tudni kell azt, hogy a sztomaterápiás ápolók Magyarországon is, de világviszonylatban hármas funkciót látnak el. Egyrészt ugye a sztómákkal foglalkoznak, másrészt a sebkezeléssel, harmadrészt pedig az inkontinencia, vizelet és széklet inkontinenciának a menedzselésével. Magyarországon is hasonlóképpen van ez a hármas, illetve ezt szeretnénk megvalósítani, hogy ez a hármas együtt maradjon Magyarországon is. Szeretem, azért szeretem, mert különleges emberekkel találkozom, szeretek segíteni az embereken, és úgy gondolom, hogy sikerül a betegekkel olyan kapcsolatot kialakítanom, ami egy bizalmi kapcsolat, és őket csak úgy lehet ápolni, gondozni, hogy egy bizalom alakuljon ki közöttünk. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, és kívánom, meg kívánjuk, hogy sikerüljenek a terveik, álmaik a szakmával kapcsolatban. Köszönöm, hogy itt volt. Én is köszönöm szépen. Kedves nézőink, már megköszönöm figyelmüket.